Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami nagyon hosszú idő után végre egy sminkes videó lesz. És tudom, nagyon régóta nem volt sminkes videó, viszont egy olyannal készültem most nektek, ami remélem, hogy kárpótolt titeket a kihagyott smink videókért. Ugyanis a mai napon szeretném nektek megmutatni a legújabb smink termékeket, amiket beszereztem. Lesz egy pár márka Sephora-ból, lesz itt Jeffree Star, Morphe, úgyhogy remélem, hogy készen álltok, de mielőtt elkezdenénk, szeretném nektek elmondani, hogy a leírásba leteszek egy linket, illetve ide kártyára nektek egy videót, hogyha nem láttátok a MyUSS videómat, akkor csekkoljátok le, és ahhoz van a link a leírásba, ugyanis minden termék, amit rendeltem, Amerikából van, és nem egyenesen Magyarországra szállítással, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor csekkoljátok le. És most, hogy ezt tisztáztuk, gyertek egy kicsit közelebb, és kezdjük el a videót. És most, hogy megint ilyen közel kerültünk egymáshoz, el is kezdeném nektek megmutatni, hogy miket szereztem be az elmúlt időben. Csináltam egy kisebb Sephora rendelést. Ezt elmondtam nektek a MyUSS videóban is, viszont itt is szeretném megemlíteni, hogy hatalmas Sephora fan vagyok. Akármikor alkalmam van rá, akkor muszáj bemennem egy Sephora-ba, de csomószor nincsenek azok a termékek, nem elérhetők, amiket én szeretnék. És erre volt egy nagyon jó megoldás nekem a MyUS, úgyhogy olyan termékeket rendeltem be, amit nagyon régóta szeretnék, úgyhogy kezdjük is el a sminket, és haladjunk lépésről lépésre. Azt még hozzátenném, hogy viszonylag régóta itt vannak már a termékek, van amelyik több hete is, úgyhogy használtam már őket, és így nem egy első benyomás lesz, viszont tudok nektek véleményt mondani róla. Róluk. Úgyhogy az első termék az egy Milk Makeup-os primer, a Hydro Grip primer, biztosan hallottátok már, vagy láttátok valahol. Így néz ki a kis tubuska. Annyira istenítette mindenki ezt a primert, hogy muszáj volt rendelnem egyet, és őszintén megmondom, hogy tényleg nagyon jó. Nagyon-nagyon ragacsosra szárad, amit nem minden esetben szeretek, viszont több alapozóval is kipróbáltam, és olyan szinten maradt fent a sminkem, hogy egész nap lovaglás, vezetés, mászkálás minden után, mintha hozzá se nyúltam volna, pedig nagyon bűnös vagyok az arcom tapicskolásába, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó termék. Le fogom nektek tenni, megpróbálom legalábbis a Sephora-s linkeket a leírásba, úgyhogy ha bárkinek kedve támad, akkor csapjatok le rá. Kettő pumpát szoktam felvinni az arcomra, nem teljes pumpát, egy olyan másfél pumpa teljesen elég az egész arcotokra. Látjátok, legalábbis remélem. Hello, fókusz. Ez lesz az. Iszonyatosan nyúlós, ragacsos, de baromi jó. Amíg várjuk, hogy megszáradjon a primer, addig megmutatom nektek, hogy milyen alapozókat újítottam be. Kettő darab alapozó volt a radaromon, amit nagyon-nagyon szerettem volna már kipróbálni. Az egyik az a Charlotte Tilbury Airbrush Foundation. Mutatom a dobozt. A másik pedig a Beauty Blendernek a Bounce alapozója. Őt még nem tudtam kipróbálni. Interneten alapozó szint választani a legjobb dolog. Ez egy icipicit sötét, úgyhogy erre még valamit ki kell találnom, hogy tudjon működni. Kezemen megnéztem az állagát, nagyon tetszik. A fedése is baromi jó, viszont arcomon még nem próbáltam ki. Ezzel szemben a Charlotte Tilbury. Akármennyire is szerettem volna, hogy ne így legyen, valószínű, hogy az új kedvenc alapozom. Gyönyörű csomagolása van, üveg természetesen. Nagyon szép rose gold a kis kupakja, és baromi drága. Közben elkezdek egyébként alapozni. Kettő pumpa általában teljesen lefedi az arcom, és egy félkötőjel egy a nyakam dekoltázsom, attól függ, hogy mennyire kivágott felsőbe vagyok, vagy mekkora területet szeretnék igazából alapozni. Ez az alapozó tökéletesen az önbarnítós színem. Jelenleg egy kicsit le van már kopva az önbarnítom, de mindenképpen meg szerettem volna nektek mutatni. Nagyon szerettem volna, hogy ne szeressek bele ebbe az alapozóba, mert ha jól sejtem, akkor 15 000 forint környékén van az ára, ami egy alapozóért nevetséges, de tényleg airbrush. Ezt
felrakod az arcodra, és miután befejezted a sminkelést, úgy nézel ki, mint egy porcelánbaba, nincsenek pórusaid, nincsenek ráncaid, nem ül be semmilyen hajlatba. Ezzel a primerrel együtt egész napra úgy nézel ki, mintha élőben lennél photoshopolva, és nagyon-nagyon szeretem egyébként a L'Oreal Infallible-t, viszont ez nagyon jó. Ez az a fedés, amit felszoktam tenni, hogyha rendesen sminkelek. Egy pumpát szoktam elosztani az arcomon, hogyha csak minimálba szeretnék elkészülni, viszont most, mivel kamera előtt vagyok, és nagyon sok fény van rajtam, még egy pumpát el fogok osztani az arcomon. Mondjátok, hogy nem szép. Ezután jött a kedvenc korrektorom, ami az e.l.f. Camo Concealer. Ez a korrektor körülbelül olyan képességekkel bír, mint a Jouer, és nyilván nem kell mondjam, hogy árérték arányban egyértelműen az e.l.f. nyer. Jelenleg körülbelül 5-6 olyan korrektor van, ami a szekrényemben van, és ha tényleg bomba korrektort akarok, akkor mindig ehhez nyúlok. Úgyhogy ha korrektor vadászatban vagytok, akkor csak ajánlani tudom. Ez a három termék olyan tökéletesen passzol egymáshoz az én arcomra, hogy esküszöm, hogy ez a legjobb kombó, amit valaha próbáltam. Gyorsan jöhet egy kis fixálás, bronzer, kontúr és pirosító, és utána folytatjuk. És vissza is tértünk. Lehet, hogy egy kicsit soknak tűnik jelenleg az alap, viszont ahhoz a sminkhez, amit tervezek elkészíteni, nagyon jó lesz. Következő termék és egyben az, amit a legrégebb óta szerettem volna, és a legnehezebb és a legdrágább volt megszerezni. Morphe fixáló spray, ami majdnem 5000 forintba került csak az, hogy ide jussom. Az, hogy még egyszer meg fogom-e venni ennyiért, nem biztos, de az, hogy nagyon tetszik, és ha bármikor üzletben meg tudom venni, akkor 1000%, hogy ezt választom, az tuti. Következő lépés a szemöldök, amit először egy porral fogok csinálni, utána valószínűleg egy kicsit bele fogok javítani Benefit Precisely My Brow ceruzával, és a legnagyobb felismerésem egyébként az elmúlt időben volt egy Terra Naturi szempilla spirálom, ami barna. És valami olyan barna színe van, majd mindjárt meglátjátok, ami tökéletes a szemöldökömre, és hiába vettem Benefites szemöldök fixálókat, sose volt olyan, amilyet szerettem volna, és ez körülbelül 2-3 hetet csak ezt használom, és hogyha nem szeretném kisminkelni a szemöldököm, és ezt ráhúzom, szinte olyan, mintha meg lenne csinálva, úgyhogy... Hát, volt már jobb szemöldököm, de a lényeget azt hiszem értitek, úgyhogy lépjünk tovább a következő termékre. Oké, tudom, hogy rengeteg dráma van, tisztában vagyok én is mindennel, figyelek, követek mindent, de ettől függetlenül most csak a termékre fogunk koncentrálni. Mennyire gyönyörű. Ez nem más, mint a Jeffree Star Cremated paletta, amire megint csak sorba ültünk Bencével, ketten együtt próbáltuk meg megszerezni. A legjobb része a palettáknak.
Ami szép ebbe a palettába, hogy csak és kizárólag szürke színek vannak benne. Lehet, hogy kamerán nem adja teljesen át, de minden szürke. Vagy így, vagy úgy, de szürke. És arra gondoltam, hogy egy viszonylag használható hétköznapi sminket fogok ma csinálni, de ha igényt tartotok rá, akkor nagyon szívesen csinálok egy minimál és egy extrém sminket ezzel a palettával, akár felesbe is az egész arcomat, hogyha szeretnétek. Iszonyat sok gyönyörű sminket lehet csinálni ezzel a palettával, egészen az esküvői sminktől a halloweeni sminkig. Nagyon örülök, hogy sikerült megszerezni, úgyhogy én azt mondom, hogy próbáljuk ki és nézzük meg, hogy mit tud. Az első lépés az lesz, hogy egy nagyon kevés P. Louise base-t fogok tenni mind a két szemhéjamra. Morphe-ról egyébként rendeltem egy ecsetkészletet is, egy nagyon cuki neon táskába érkezett, 15-18 dollárért, valami ilyesmi. Belefutottam egy nagy leértékelésbe, úgyhogy vettem pár dolgot, majd egy következő videóban megmutatom, van egy nagyon király paletta is, amit rendeltem. De most az első szín, amit felveszek, az a Death Blow lesz, és ebből teszek. Ez fehér. Ebből teszek a belső sarokba. Az az igazság, hogy szerintem minőségileg nem nagyon tudok újat mondani. Aki próbálta már a Jeffree-s termékeket, az tudja. Aki pedig nem próbálta, de esetleg látta videómat már Jeffree-s termékekkel, főleg szemhéjpúderekkel, az tisztában van vele, hogy nagyon rendben vannak a paletták. Ezen a két színen gondolkozom, viszont valamiért ezt a melegebb árnyalatot nagyon szeretném kipróbálni. Úgyhogy ez lesz a következő színünk, amit egy nagyon lightos alapnak fogok ide felvinni. Majdnem a szemöldök csontom alá. Következő színnel egy kicsit lejjebb megyek, de csak egy nagyon-nagyon picivel, és elkezdek sávosan árnyékolni. Érdekes, mert egyébként sokkal sötétebb, mint ami ennek itt tűnik. Következő színnek a Last Respects-et gondoltam, és ezzel már teljesen a mélyítő vonalba árnyékolok. És egy nagyon-nagyon kicsit felette, hogy összedolgozzam a két színt. Következő lépés. Nem tudom, hogy mennyire lesz sötét, de mindenképpen szeretnék belenyúlni egy-két sötétebb szürkébe. Viszont van itt egy Inheritance nevű színünk, ami az én kedvenc színem. Imádom ezt a terepzöldet, úgyhogy... Vagy a The Morgue-ot kellene? Az első az Inheritance, a második pedig a The Morgue. Wow! Kamerán ez zöldebbnek tűnik, mint ez. Az hogy? The Morgue-ból fogok felvenni egy keveset, és elkezdem a külső V-be feltenni, és egy icipici cicás hatást megpróbálok még pluszba belevinni. És arra gondoltam, hogy egy Gravediggerrel még sötétítünk a szemem sarkán. A pillának majd adjon egy jó kis mélységet. Szeretnék nektek swatcholni egy-kettőt. Nem szeretnék most másik árnyalatot használni, egy kicsit a natúrabb vonalon szeretnék maradni. Attól függetlenül, hogy szerintem hónapok, de lehet, hogy évek óta ez a leghidegebb árnyalatúbb smink, amit készítettem, ez lesz az. Viszont van itt nekünk egy iszonyatosan gyönyörű gyöngyház szürkénk, Diamond Ashes, aztán van itt egy Last Look. Wow!
és egy mauzóleum. Nagyon! Ebbe a palettába egyébként megmutatom most már akkor a többi shimmert is. Van egy Afterlife. Ez csak egy nagyon-nagyon picit csillog, de ez lehet, hogy nem is shimmer, inkább egy kicsit ilyen csillámos. Inbound. Mortuary Beautician. És ezek nagyon durvák lesznek. Ez egy Goodbye. Paul Bearer. De szép. Jaj, de imádom ezeket. Death Certificate és Angel of Death. Ezek a csillogós, illetve shimmer árnyalatok a palettában, és arra gondoltam, hogy a szemem közepére fogom ezt használni, esetleg egy nagyon picit fogok tenni ebből, hogyha túl sötétnek érzem, és a belső sarokba és a szemöldökcsontomra fogok tenni ebből, és valószínű, hogy valamelyik sötétebbet fogom az alsó szempillatövemre használni. Úgyhogy a mauzóleumból felveszek az ujjammal egy kicsit. Nem rossz így se, viszont szeretném, hogyha egy kicsit élénkebb lenne. Innen azért hullott le egy kevés, és egy icipicit az Afterlife-ból középre. Alsó szempillatövemre Obituary-ből teszek először. Gravedigger, ugyanúgy a külső sarokba. És egy nagyon vékony ecsettel a Last Look-ból középre. Sose volt még ilyen, de egy kicsit... kicsit, mintha csípné a szemem, amikor belemegy, ami fura. Véletlen benyomtam a Diamond Ashes-t, és ez konkrétan olyan, mintha krém lenne. Nem nagyon lehet óvatosan használni, vagy nagyon-nagyon sokat raksz belőle, vagy igazából nem, úgyhogy az Afterlife-val korrigálom a szemöldökcsontomat. És szerintem a szemem az így fog kinézni ma. Közel sem tökéletes egyébként a felvitel. Nem egyszerű a szürkéket elsatírozni, úgyhogy ezen majd még munkálkodnom kell. De összképileg szerintem rendben lesz, úgyhogy teszek fel egy szempillaspirált. És természetesen jól néz ki így is, és be lehetné itt is fejezni, de az nem én lennék, úgyhogy a következő termék, amit szeretnék nektek megmutatni, az a Lily Lashes Miami stílusú műszempilla. Ha életetekben legalább egyszer láttatok már amerikai youtubertől smink videót, akkor biztosan, hogy ismeritek ezt a műszempillát. Minden Los Angeles-i instabedi szempillája, és végre kipróbálhatom. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni, úgyhogy vegyük is ki, vágjuk méretre, és tegyük fel. Na? Összenyomkodtam a műpillát és a sajátomat egymással, egy ilyen kis szempillagöndörítővel, és az utolsó lépése a sminkünknek, egy nude rúzs. Kylie Malibu árnyalatot használom a szájceruzából, és nagyon király lenne, hogyha meg lenne a rúzsa is, viszont az elfogyott, és ez egy nagyon jó hideg árnyalatú szájceruza, és az utolsó lépés a folyékony rúzs. És nem mondtam igazat, mert nem az utolsó lépés, ugyanis az utolsó termék, amit
szeretnék ma nektek megmutatni, az egy kúla fixáló spré, 30-as faktorú. Ami azért nagyon szerencsés, mert ha egész nap sminkbe vagy, nem is ilyenbe, de sminkbe vagy, akkor nem tudod újra kenni a fényvédődet, úgyhogy erre van itt nekünk ez a fixáló spré. Egy problémám van vele egyébként, amit egyik videóban sem mondtak, amit megnéztem róla. Alkoholos. De nagyon, úgyhogy csukott szemmel fújni, viszont azon kívül meg nagyon bejön, és egy nagyon praktikus megoldás, úgyhogy fejezzük be ezt a sminket. Ez lett volna az én kis Sephora-s, illetve MyOS-es vásárlásom. Nekem nagyon tetszenek azok a dolgok, amiket vettem. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek, úgyhogy írjátok meg nekem kommentben. Ha bármit szeretnétek megvenni, akkor a MyOS link, illetve a termékeknek a Sephora-s linkjei is lent vannak a leírásban. Úgyhogy nem maradt más, mint hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Nyomjátok be a kis csengőjüket, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta neve mindig lent van a leírásban. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!